wind been blowing on my back. Irigy, Omanarmirigy, következik itt a mögöttünk levő Súrstandon. Milyen kapcsolat vagy a Súrral? Hát én már hosszú-hosszú évek óta Súr mikrofont használok. Rengeteg mindent kipróbáltam már, de igazi koncert körülmények között mindenképpen a Súr vált be, és az egyik mikrofonhoz megvan több mint 10-valahány éve, és még soha semmi baja nem volt, úgyhogy én abszolút bevált nekem, és ezt szeretném mindig is használni. Hányat szóra vagy itt a kiállításon? Tavaly is voltunk, tavaly egy ilyen dedikálás volt, most egy ilyen beszélgetés lesz a színpadon. Remélem énekelnem nem kell, a többiek sajnos csak egy része tudott eljönni, de egy páron itt leszünk a zenekarból. Látom, hogy fiatal vagy, aki el is bújt, szegény. Ő neki mennyire jön be? Hangszeren játszik már valamin? Játszani még nem tud, de hangszerbirtokos. Megleptem egyszer egy kis gitárral, mert nagyon szereti a rockzenét. Én már 3 éves korában Metallicát hallgatott, meg Tankcsapdát. Van egy kis szintetizátoruk is, ugye én nem erőltetem majd, ha valami lesz, én a lehetőséget próbálom megteremteni nekik, ha érdekli, akkor csinálja, ha nem, nem akkor ott. Igen, nem, biztos, hogy mert Szaszát, ő mesélte nekem, hogy a gyerekét már tesztelte nagyon pár hónaposan, hogy szereti a rockzenét, vagy nem. Te is hasonlóképpen tettél, vagy hagytad, hogy magától kialakuljon a szeretet esetleg a rockzene felé? Érdekes, nem kell tesztelni, két fiam van, az egyiknek abszolút nem jön be a rockzene, teljesen mást hallgat, ilyen R&B-ket, és a kicsinek meg bejön a rockzene. Bár az az érdekes, hogy a nagyobbikat elvittem AC/DC koncert, és marhára élvezte, de alapvetően más nem nagyon hallgat rockzenét, a kicsi az viszont minden keményet, de szereti ő is a popzenét is, most például Jackson őrület van, miért a történt, de a rockzenét azt imádja. Nagyon szépen köszönöm az interjút, hagylak is, mert menned kell föl. Nagyon szépen köszönöm.